két éve beszélgettünk utoljára, akkor éppen a Metro 2035-ön dolgozott. Akkor azt nyilatkozta, hogy a Metro 2033-at kicsi naívnak, romantikusnak gondolja, ami egy inkább egy 20 éves fiatal szemszögéből ábrázolja Oroszországot, és ezt én kényszerét érezte, hogy valamilyen módon újraírja. Ennek okán úgy gondolja, hogy Metro 2035 sokkal inkább a jelen Oroszországáról szól? Все именно так. Метро 2035 – это книга о России той, которой она является сегодня, о тех открытиях касательно российского общества, которые были сделаны мной в последние годы, определенных разочарованиях, которые со мной случились, и возвращение в тот же мир, в ту же попытку описать российское общество, но глазами уже человека гораздо более взрослого и лучше разобравшегося в подлинном устройстве российской политической и общественной жизни. Pontosan így van, azt hiszem, hogy ez az új könyv, a Metro 2035, ez a mai Oroszországot ábrázolja elsősorban, azokat a meglátásaimat, felfedezéseimet, amiket az utóbbi években tettem Oroszországról, és elsősorban azt a csalódásomat, amelyet ezek az elmúlt években történt változások okoztak, és az is teljes mértékben igaz, hogy egy sokkal felnőttebb ember szemszögéből látom és ábrázolom ezt az országot. Akkor rögtön rá is kérdeznék, hogy ezek a változások főleg politikai jellegűek? Не только. Центральной темой изучения моего метро 2035 стала не политика сама по себе, не политические манипуляции, а состояние умов населения. То, что политики в своих конкретных, понятных целях, прежде всего сохранение власти, развернули беспрецедентную пропагандистскую кампанию и там определенным образом искажают реальность, это ясно. То есть для меня это не сюрприз, это скорее банальная история. Открытием для меня стала та легкость, с которой люди готовы верить лжи и пропаганде. Csak részben. Az egészen világos, hogy a politikai hatalom az elmúlt években hihetetlen méretű propaganda kampányt indított el, és mindent megtesz annak érdekében, hogy a manipulálja az embereket, az emberi tudatot, de elsősorban én nem ezt akarom ábrázolni, nem ez érdekelt, nem ezt akartam kutatni az új könyvemben, mert ez teljesen világos, hogy a politikai hatalom ezt műveli, és ebben nincs semmi új, ez teljesen banális dolog, a hatalom ezt teszi, ezzel próbálkozik. Számomra, ami új dolog, és amit ebben a könyvben ábrázolni és kutatni próbáltam, ez az emberek tudata, és elsősorban az, hogy az emberek miért hajlamosak arra, hogy ilyen könnyedén benyeljék ezt a propagandát, és miért hiszik el sokkal könnyebben a hazugságot, mint az igazságot. И книга, в общем, посвящена именно изучению народной души, скажем так. Те открытия, которые мне пришлось сделать в последние два года касательно состояния умов. Есть несколько моментов. То есть я как западник и в какой-то степени там бывший идеалист думал, конечно, что для нашего народа лучше было бы, нельзя представить лучшего сценария, чем сближение с Западом. Elsősorban ebben a könyvemben a nép lelkét kutatom, tehát az foglalkoztat, hogy az emberek tudata hogyan reagál ezekre a folyamatokra, és azt is hozzá kell tennem, hogy én, mint egy olyan ember, akit nyugatosnak lehet nevezni Oroszországban, és akinek alapvetően az véleménye, hogy ennek a népnek az érdekeit azt szolgálná, hogy minél inkább közel legyen a nyugathoz. Ставка на развитие гражданских свобод, свободный рынок и так далее. То есть западная цивилизационная модель. Но выяснилось, что до удивления народу это не близко. То есть люди себя чувствуют неуютно в свободе, на свободе. Людям нужно, чтобы их строили и строем водили куда-то. Людям важнее
чтобы у них был единый лидер, который снимал бы их, с них ответственность за их жизни и объяснял бы им, что правильно, что неправильно. És ugye a nyugati modellhez való közeledés, a nyugathoz való közeledés ugye azt jelenteni, hogy egyszerűen érvényesülnek a szabadságjogok, a szabad gazdaság, meg hát minden, ami a nyugati civilizációs modellt jellemzi, de nagy meglepetésemre és csalódásomra kiderült, hogy az emberek szívéhez egy Oroszországban ez egyáltalán nem áll közel. Az emberek elsősorban nem szabadok szeretnének lenni Oroszországban, hanem megint csak azt akarják, hogy legyen egy erős rend, hogy fegyelmezett sorokban vezessék őket valahová, és nem a szabadság kell nekik, hanem elsősorban az, hogy ne kelljen felelősséget vállalni a döntéseikért, mert mindent eldöntsön helyettük a hatalom. Люди боятся ответственности за свои жизни, хотят, чтобы за них все решали. Люди не могут понять смысл существования, если нету смысла в виде конфронтации с каким-то врагом, войны, борьбы с каким-то врагом, внешним или внутренним. Úgy érzik, hogy nincs értelme az életüknek, hogyha nem kapják meg a hatalomtól azt, hogy ki az az ellenség, nem kapnak egy akár belső, akár külső ellenségképet, amelyik ellen így egységesen úgymond fel tudnak lépni. И необходимость воевать и жить все время на фронте, неприспособленность к мирной жизни, тревога от затянувшегося мира для меня вообще стало вот это, пожалуй, одним из основных открытий. Az számomra az egyik legfontosabb felfedezés az elmúlt években az volt, hogy az embereknek elegük volt a túlságosan hosszúra elnyúlt békéből, mert nem érzik magukat komfortosan ebben a békés állapotban. Az embereknek mindig az kell, hogy a fronton érezhessék magukat, és mindig legyen valaki, aki ellen úgy érzik, hogy harcolnak. Так что метро 2035 это книга уже не столько о политике, сколько о людях. И, конечно, это попытка описать ту страну, в которой мы живем сегодня. Через призму постапокалиптического триллера, приключения. Metro 2035 azért elsősorban nem a politikáról, hanem az emberekről, az emberek lelkéről szóló könyv. Egy próbálkozás a részemről, hogy leírjam, hogy milyen világban élünk most Oroszországban, de a Metro 2035-ben természetesen mindezt egy posztapokaliptikus sztori prizmáján keresztül ábrázolom. Ha ennyire mélyen beépült a orosz népilegbe ez a fajta fegyelmezettség, kötelezettség, tehát ez a nagyon erős hadivágy, meg lehet ezt egyáltalán változtatni? Meg kell egyáltalán ezt változtatni? Вообще все люди одинаковые. Я не считаю, что это какая-то особенная проблема именно русского народа. Это функция нашей истории. Это результат нашей истории. Alapvetően azt gondolom, hogy az emberek mindenhol egyformák, nem hiszem, hogy az kifejezetten az orosz embereknek lenne valamilyen kiírthatatlan alapvető tulajdonságuk. Igen, ez a történelem, mindez a történelemről, az orosz történelemből fakadó következmény. На протяжении тысячи лет порабощены собственным государством в тех или иных его проявлениях. То есть нас не было, нам не давали свободы. Következménye, hogy ezer éven keresztül ezt a népet mindig rabként kezelte, elnyomta a saját állama, és soha nem tapasztalta meg a szabadságot. Выпущенные на свободу рабы, конечно, теряются, и многие из них добровольно возвращаются к хозяевам. Это известно еще со времен отмены рабства в Соединенных Штатах.
a rabok, amikor felszabadítják őket, akkor nagyon gyakran előfordul, hogy nem tudnak alkalmazkodni a szabadsághoz, és nagyon sokan közülük egyszerűen visszavágynak, sőt visszamennek a rabszolgatartóikhoz. Ezt már legalábbis az amerikai полгархабуру ота понтошан тудюк. Значит ли это, что надо, в принципе, рабство снова узаконить? Я не думаю. De hogy ez azt jelenti-e, hogy ezt a rabságot újból törvénybe kell iktatni? Hát én egyáltalán nem így gondolom. Я своими книгами преследую, учитывая, что я автор массовый, я своими книгами преследую задачу разговаривать именно с массовой аудиторией, и задавать ей какие-то вопросы, может быть, от которых ей будет не вполне уютно, но которые принудят ее так или иначе включать голову и задумываться о своей судьбе. És mivel én alapvetően a tömegeknek írok, tehát egy ilyen tömegirodalmi szerző vagyok bizonyos értelemben, az én a saját feladatomnak azt tartom, hogy ezekkel a tömegekkel, a rengeteg olvasommal elbeszélgessek ezekről a kérdésekről, feltegyek nekik bizonyos kérdéseket ezekkel az imént említett dolgokkal kapcsolatban, és legalábbis azt elérjem, hogy bekapcsolják az agyukat, hogy elkezdjenek gondolkozni mindezen. Вот, поэтому, ну, я-то как раз совершенно ничего против русского народа, к которому я отношусь на 100%, не имею. Я просто считаю, что очередной раз как бы нас порабощают, нам промывают мозги, нами злоупотребляют. Люди очень ограниченные, к сожалению, очень средние. Единственная задача которых – это просто сохранить власть. Nekem tulajdonképpen semmilyen alapvető kifogásom nincs az orosz néppel kapcsolatban, hiszen én is 100%-ig orosz vagyok, az orosz néphez tartozom. Csak azt látom és azt írom le, hogy most megint egy olyan ponthoz érkeztünk el, amikor a hatalom megint rabokként próbálja kezelni az embereket, és az emberek, az átlagos emberek ezt elfogadják, és a, miközben a hatalmon lévőknek, akik ezt művelik velük, nincs semmi más céljuk ezzel az egésszel, mint hogy őrizzék a saját hatalmukat. Kicsit személyesebb vizekre elvezve, korábban azt nyilatkozta, hogy a Metro 2033-ban Artyom, 2034-ben pedig Homérosz karakterét nagyban befolyásolta az akkori önmaga. Ez mennyire igaz a Metro 2035-re? Ez is a mostani önmagáról szól? Безусловно, мне кажется, что единственный способ сделать так, чтобы главный герой был живой и убедительный персонаж, это наделять его своими мыслями, своими переживаниями, своими какими-то, может быть, секретами, там, иногда постыдными, своими комплексами, своими надеждами и так далее. Természetesen, hát én egyáltalán úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy egy regényben a főhős igazi eleven ember legyen, ahhoz az írónak feltétlenül fel kell ruházni őt valamilyen mértékben a saját gondolataival, a saját vívódásaival, és akár bizonyos egyébként titkolt komplexusaival is. Поэтому, разумеется, главный герой – это прежде всего я. Другое дело, что определенная эволюция, конечно, со мной произошла с момента написания первой книги. С того момента, когда я начал писать «Метро 2033», прошло лет 20 уже. С того момента, как она вышла в свет, то есть полностью завершена была, прошло 10 лет. Разумеется, за 20 лет человек достаточно серьезным способом меняется. Persze, természetesen a főhős az nagyon nagy mértékben én vagyok, de ugye ehhez nyilván hozzá kell tenni, hogy amikor ezt a főhőst, az első könyvet elkezdtem megírni, az 20 évvel ezelőtt volt, és amikor megjelent a könyv, az is már 10 évvel ezelőtt volt, és ez alatt a 20 vagy 10 év alatt természetesen én magam is, és ennek következtében a hősöm is nagy mértékben megváltozott. И тот Артём, которого мы встречаем в метро 2035, он не на 2 года постарел или повзрослел,
в отличие от того Артема, который нам встречается в метро 2033, на все 10 лет, по крайней мере, а то и на 15. És hát ebből következik, hogy miközben a regényidőben ugye csak 2 év telik el Artyom számára, de az én Artyomom nem 2 évnyit öregedett, vagy lett érettebb ez alatt az idő alatt, hanem 10 évvel, vagy akár 15 évvel lett érettebb és idősebb. Ez alatt az elmúlt 10-15 év alatt azért gyakorlatilag megtalálta a világhírnév. Ez mekkora szerepet jelent az ön személyiségi változásaiban, az, hogy világhírű íróvá vált, hogy sorra jönnek már a különböző könyvei, hogy rajongói tábor alakul ki ön körül? Ну, во-первых, я не воспринимаю слишком всерьез так называемую мировую славу. Мировой славы у меня нет. У меня есть определенная ограниченная известность в нескольких странах. Először is én ezt olyan nagyon komolyan nem fogom fel, hogy én világhírű író lettem. Egyáltalán nem is gondolom azt, hogy világhírű író volnék. Azt lehet mondani, hogy bizonyos mértékig ismert íróvá váltam egyes országokban. Mirava известность была у Майкла Джексона. Майкл Джексон, ő igen, ő világhírű volt. Книги вообще очень мало людей читает, не больше 10% взрослого населения. Надо с этого начинать. Но и если в 10-миллионной Венгрии 50 тысяч человек прочло одну или там несколько моих книг, а это такая оптимистическая оценка, то вряд ли ты можешь считать супер какой-то известностью в Венгрии даже, да? Először is induljunk ki abból, hogy a könyvet csak az emberek 10%-a olvas egyáltalán, tehát egy író már csak ezért sem lehet olyan óriási mértékben híres, és mondjuk, hogyha Magyarországot veszük, akkor hogyha nagyon optimista vagyok, akkor azt mondom, hogy a 10 milliós Magyarországból mondjuk 50 ezeren olvasták valamilyen könyvemet, és hát ez természetesen azért nem egy olyan nagyon nagy szám. Если бы я себе должен был какую-то сделать татуировку, я бы где-нибудь себе, может быть, ниже пояса вытатуировал фразу «Sic transit gloria mundi». Hogyha valamilyen tetoválást csináltatnék magamra, akkor azt gondolom, hogy valahol a csípőm alatt azt iratnám fel tetoválásként magamra, hogy «Sic transit gloria mundi». Чтобы напоминать себе периодически, что все это ненадолго. Ezzel is mindig emlékeztessem magam arra, hogy ez az egész nem sokáig tart. У людей вообще очень короткий фокус внимания. И когда есть какой-то, ты привлек к себе внимание человеческое, оно вот способно на тебе краткосрочно, на несколько дней, на неделю сфокусироваться. Можно ли это назвать мировой славой, я не уверен. Можно ли это называть мировой славой? Egyáltalán az embereknek a figyelme nagyon rövid. Lehet, hogy valamilyen könyveddel fel tudod hívni magadra az emberek figyelmét néhány napra, 5-10 napra, de hogy ezt világhírnek lehet nevezni, hát abban egyáltalán nem vagyok biztos. Если я как-то почувствовал изменение образа жизни своего за счет вот этой всей истории, то пропала необходимость ходить на работу, появилась возможность много ездить по странам, по разным, что я всегда любил делать, но и источники дохода у меня теперь достаточно диверсифицированы. То есть, если вдруг в России запретят деньги и введут хлебные карточки, я все еще смогу иногда получать немного иностранной валюты, чтобы на черном рынке купить себе кусок колбасы. Как ты начал, что... Я начал, если я почувствовал как-то на себе изменения, то это... Hogyha érzem is, hogy valamennyire megváltozott az életem ettől az ismertségtől, hát annyiban mindenképpen, hogy nincs szükségem arra, hogy minden nap eljárjak valahová dolgozni, és a könyveimből elég jó, és sokféle jövedelmem van, tehát különböző országokból van jövedelmem, és hogyha
Oroszországban most hirtelen megszüntetnék a pénzt, akkor a különböző országokból még kapnék annyi pénzt, jogdíjat, hogy az orosz fekete piacon megvegyem magamnak a kenyeret és a kolbászt a külföldi valutából, amit keresek. Ennyi elfoglaltság mellett marad még ideje a családjára? Семья для меня, в принципе, пожалуй, в более высоком приоритете, чем работа. Család számomra először is fontosabb, mint a munka. То есть практически все время, которое я не нахожусь в поездках, я стараюсь проводить с детьми. És lényegében minden időmet, amit nem utazásokkal töltök, az előző válasznál elfelejtettem lefordítani azt a részt, hogy ez az ismertség azzal is járt, hogy nagyon sokat utazhat és különböző országokat ismerhet meg ezáltal, de minden időt, amit nem utazással töltök, igyekszem a gyerekeimmel tölteni. Борется за спасение человечества и при этом не воспитывает своих собственных детей, засранец по определению. Az a véleményem, hogy minden olyan ember, aki az emberiség megmentésén ügyködik, de ugyanakkor nem foglalkozik a saját gyerekeivel, az szaralak. Nálunk tavaly jelent meg a Future című regénye. Erre sokan azt mondták, hogy kicsit olyan, mintha egy múlt századi regényt olvasnának. Szokott kortárs science fiction-t olvasni? Нет, я не читаю современный science fiction. Я вообще очень мало читаю science fiction и не согласен с тем, что будущее это каким-то образом чем-то похоже. Во-первых, фантастика 20 века, она очень наивная. Nem nagyon olvasok mai science fictiont, és egyáltalán science fictiont különösebben nem szoktam olvasni. Igen, azzal egyetértek, hogy igen, olyan 20. századi, hadd kezdjem azzal, hogy a 20. századi science fictionre nagyon jellemző, hogy bizonyos értelemben naív volt. Беззубы идеалистическое, и там, не знаю, и Азимов, и, в общем, и Брэдбери, и, там, и Стругацкий, они все такие очень, ну, не очень близки к реализму, к психологическому реализму, так сказать, и, ну, не могу сказать, чтобы они были как-то близки. Даже лучшие их образцы, вроде Брэдбери или Лема, или Стругацких, они чаще всего, ну, грешат такой очень условностью большой. A 20. században a legnagyobb science fiction szerzők is, ugye említhetem itt Asimovot, Bradbury-t, Lelemet, ők is valahogy nem voltak elég kegyetlenek, határozottak, valahogy mindig távol voltak a valóságtól, mindig volt, túl sok volt bennük az ideológikusság, és ezért olyan nagyon nem a kedvenceim ezek a nagy 20. századi science fiction szerzők. Вообще не считаю, что будущее это science fiction, то есть я вообще с ним не согласен. Будущее для меня скорее продолжатель там традиции 1984 Оруэлла или Мы Замятина, но точно не какого-нибудь там Азимова там или Шекли или Хайнлайна. Egyáltalán nem is gondolom azt, hogy a Future az science fiction könyv lenne, fantasztikus könyv lenne. Ez sokkal inkább annak az irodalmi hagyománynak a folytatása, amelynek a legnagyobb alakjai, ugye a Zamyatin, a Mivel, az Orwell, az 1984-jel, tehát ennek a disztopikus hagyománynak a folytatása a Future, és egyáltalán nem olyasféle tudományos, fantasztikus vagy science fiction regény, mint amilyeneket mondjuk Asimov írt, vagy Shekli. Будущее, это, в общем, в первую очередь задача, которую я ставил перед собой, это
задача критического анализа общества и попытка проекции общества на ближайшее будущее в связи с наиболее важными какими-то открытиями научными, которые, как мне кажется, произойдут в ближайшее время. Az volt a célom ezzel a könyvvel, hogy megpróbáljam felvázolni vagy elképzelni az emberi társadalom jövőjét, és főként az olyan tudományos felfedezések fényében, amelyek szerintem már itt vannak egészen közel. Вот поэтому пусть это высказывание будет на совести тех людей, которые его сделали. Я уже второй раз в интервью встречаю это обвинение, потому что это фантастика. Еще раз увижу, уши оборву. Еще раз увижу, такой уши оборву тем, кто так пишет. Úgyhogy, aki ezt mondta, hogy ez ilyen 20. századi sci-fi regény, hát lelke rajta, nem először hallom, már másodszor hallok ilyen véleményt a Future-ről, de hogyha még egyszer meghallom, akkor már nagyon dühös leszek. Bár mindenhol azt nyilatkozta, hogy a Metro 2035-tel le fog zárulni a trilógia, azért talán adódik a kérdés, hogy elképzelhetőnek tartja, hogy egy 10 év múlva újabb változások fényében visszatérjen még ehhez a univerzumhoz? Én надеюсь, во-первых, что таких изменений важных в мире не произойдет все-таки. Először is reménykedem abban, hogy ilyen fontos változások a világban nem fognak bekövetkezni. Должны быть чертовски важные изменения в обществе и в мире для того, чтобы снова браться за метро. Должны быть чертовски важные изменения в обществе и в мире, чтобы браться за метро снова. Ahhoz, hogy én még egyszer ehhez a világhoz, a metróhoz visszatérjek, ahhoz pokolian fontos változásoknak kell bekövetkezniük a világban. Потом я считаю, что то, как я завершил трилогию этим романом, это очень удачный способ, это не банальная трилогия линейная, скорее такая она мозаическая получилась, более сложная архитектура у нее, и удалось, в общем, сделать историю, в общем, о переосмыслении каких-то вещей. Не просто приключенческая трилогия, там, «Властелин колец», там, или, не знаю, там, «Гарри Поттер», там, вот просто линейное продолжение с теми же героями, да, ну, как бы более тонко, что ли, менее очевидно, и исчерпывающе, с моей точки зрения. Hogy ahogy befejeztem ezt a trilógiát, azzal ez a történet mindenképpen befejeződött, és pedig úgy, hogy egy egységes mű jött létre, semmiképpen sem banális, legalábbis én úgy érzem, semmiképpen sem banális a befejezése, hanem ez a három könyv együtt valóban egy olyan egységes képet a mozaik darabokból ugyan, de egy egységes képet hozott létre, ami egy befejezett alkotás, és semmiképpen sem olyan értelemben, ahogy egyszerűen csak egy ilyen akciósztorinak az elejétől elértem a végéig, ez nem abban az értelemben egy befejezett trilógia, hogy ahogy a Trónok harcáról vagy a Harry Potterről beszélhetünk, ez finomabb, mélyebb értelemben egy befejezett átgondolása mindannak, amit gondoltam a világról. Там все сказано, в общем, что можно было сказать. Зачем продолжать мучить себя? Mindent kimondtam, amit erről lehetett mondani, miért kínlódnék tovább ezzel. В конце концов, московское метро, ядерная война – это не единственные метафоры, которые мне, в принципе, доступны. És végül is a moszkvai metró és az atomháború nem az egyetlen metafora, amelyen keresztül a világot ábrázolni lehet. Если кому-то очень хочется что-то еще почитать, то я такого зрителя или читателя информирую, что у меня есть еще три других книги. Книга «Сумерки» прекрасная. Книга «Будущее», о которой вы говорили, и «Не слушайте злых языков», она тоже прекрасная антиутопия. И, наконец, рассказы о родине, которые вообще просто восхитительная вещь.
hogyha valakinek nem elég ez a három könyv, a Metro trilógia három könyve, akkor neki azt tudom javasolni, hogy hát olvass el a további három könyvemet. Az a három is nagyszerű, hát ugye a jövőről, a future-ről már beszéltünk, ami ugye egy kiváló antiutópia, de ott van nekem, ott van még a Szürkület című regényem is, ami szintén egy nagyszerű könyv, és hát az orosz, igen, magyarul orosz nép és az orosz nép ellenes mesék, ez az elbeszélés kötet a Oroszországról, tehát ezeket a könyveimet javaslom azoknak, akiknek nem elég ez a három. Не ограничивайте себя, откройте меня для себя с новой стороны. Hogy nem kell korlátozniuk magukat az olvasóknak a Metro trilógiával, próbálják felfedezni az egyéb oldalaimat is. Ha közvetlen írásként nem is, a Metro 2033 univerzumban még közre fog működni, mint szerkesztő, vagy részt vesz a ottani kreatív tevékenységben? В какой-то степени. В любом случае, вселенная Метро продолжает свое существование. Это совершенно другая концепция у проекта. Это краудсорсинг, то есть это фанфикшн, участие читателей в создании этого мира. И пока им это интересно, то есть не то чтобы я там закрыл весь для себя полностью этот мир и проект и так далее. Просто мне кажется, те высказывания, которые я мог сделать в этой области, я уже сделал. Но если есть другие люди, которые хотят в этом во всем вариться, существовать, фантазировать и про это читать, я, разумеется, не буду становиться у них на пути. Természetesen bizonyos értelemben a Metro univerzum az egy egészen más projekt, mint az én trilógiám. Én a trilógiámban már mindent elmondtam, amit a világról gondoltam, de hát ugye létrejött ez a Metro univerzum projekt, ami ugye egy fanfiction projekt, és ez kétségtelenül folytatódik, mind újabb könyvek jelennek meg, mind újabb szerzők, és hogyha egyre újabb szerzők próbálják meg azt, hogy ennek a világnak a keretei között próbálják elmondani a gondolataikat, akkor természetesen én nem állok ennek az útjában. Ez a Metro univerzum, ez a projektem folytatódik. Bár tudom, hogy az írók nem nagyon szeretnek a terveikről beszélni, annyit el tudnám mondani, hogy most aktuálisan dolgozik valamilyen új ötletem? Я пока не начал работать над книгой, у меня есть несколько различных планов и мыслей. Это там два литературных произведения возможных, одна театральная пьеса, над которой я думаю, и сценарии, киносценарии, телевизионные сценарии. То есть есть совершенно разные проекты. Мне сейчас нужно немножко выбрать, на чем я буду действительно концентрироваться. Nem kezdtem még el dolgozni új könyvön, de vannak különböző ötleteim, elgondolásaim. Két regény ötletem van, irodalmi mű ötletem van, van egy színdarab ötletem, és van egy filmsorozat ötletem. Tehát négy ilyen elképzelés forog most a fejemben, és most elsősorban az a feladatom, hogy kiválasszam ebből a négyből azt, hogy melyikkel kezdek majd el foglalkozni komolyabban. Так иначе мне хотелось бы за собой сохранить право на творческий поиск и сделать так, чтобы следующие вещи были бы не похожи ни жанрово, ни стилистически на предыдущие. Az elsősorban azt tartom a fő feladatomnak, hogy megőrizzem, vagy kivívjam magamnak azt az alkotói szabadságot, hogy azt csinálhassam, azt írhassam meg, ami nekem tetszik, és ez elsősorban azt jelenti, hogy olyan könyvet szeretnék írni, olyan új művet szeretnék írni, ami sem a stílusát, sem a műfaját tekintve nem hasonlít az eddigi könyveimre. Akkor ezt nagyon sok sikert kívánunk, köszönjük az interjút. Köszönjük, hogy a